Sárkányhajózás, egy olyan műfajról beszélünk fedett pályás bemutatók után, ahol indul végre az igazi nyíltvízi szezon, a műfa iránti figyelem növőfélben a Kajakonú Szövetség is komolyabban veszi ezt a látványos és hangos csapatsportot. Idén nyitó beszélgetés a szezonról, amelynek őszén majd klubvilágbajnokság is lesz. Csabai Edvin korábbi maratoni kenus szakák a vendégünk. Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Edvin, kezdjük ott, hogy a, a szövetségben, a szövetség részéről milyen figyelem és segítség tapasztalatot, szóval hogyan nőnek a lehetőségeitek? Évek óta nagy hangsúlyt fektetünk a, a szabadidős szakágakra, sportágakra, de most ebben az évben különös figyelmet helyezünk mind a sárkányhajós programokra és versenyekre, mind a, a vizitúra, vizitúrával kapcsolatos eseményekre, és hát összesen kb. 20-25 programot szervezünk. Akkor mielőtt sárkán ezzel a vizitúra programokról, még beszéljünk egy kicsit. Ebben, ebben mi a fő kitörési pont a, a, a fő cél 2013-ban? Minden ilyen szabadidős szakággal kapcsolatban az a elképzelésünk és a hozzáállásunk, hogy programokkal, regionális szinten megrendezett programokkal tudjuk a célcsoportokat a legkönnyebben elérni. Évek óta rendezünk Szervezőpartnerek közreműködésével Vizitúra versenyeket, melyek az évek során összeálltak egy bajnoki sorozattá, és az idei évben ezt a versenysorozatot próbáljuk kicsit erősíteni, és ter természetesen emellett kísérő programokkal figyelem középpontjába Tehát helyezni. Tehát Vizitúra csapatbajnokságról beszélünk gyakorlatilag? Igen. Olyasztó? Vizitúra Kupa a neve idéntől, uh -huh. de, de gyakorlatilag igen. E, azt mondhatjuk, hogy a korábbi, hát így a kajakkenúban volt az élsport is mellette, hát jó, hát ugye el van lehet szabadidő, meg sárkányhajó, jó, meg ilyesmiket csinálni, szóval hogy ebből a kategóriából ez a megtűrből most már abszolút a támogatottba léptetek? Abszolút, tehát figyelnünk kell nekünk is az aktuális trendeket, hiába nyerünk, hál' Istennek minden olimpián érmeket és több aranyérmet is nekünk, Fókuszálnunk kell most már a szabadidőre, illetve a, a nagy tömegekre, és igyekszünk a vizeket benépesíteni, többek között a sárkányhajóval és a vízitúrával. A milliárdos kajakjánú büdzséből erre a szektorra mekkora költségvetés jut? Ez még konkrétan nincs meghatározva, ugye még folynak a tárgyalások aktuálisan is, de mind a, a mobnak és a kormányzatnak is ugye az a, a szándéka, hogy, hogy, a szabad idősportot erősítsük és népszerűsítsük. A mi programjaink, a közép- és hosszútávú programok erre tökéletesen alkalmasak, és a sportágnak megvan az a háttere is, és népszerűsége és erőssége, hogy, hogy ezt eredményesen tudjuk véghez vinni. Egyéb iránt tőled a szövetségbe számon kérnek mondjuk évvégén számokat? gondolok arra, hogy mennyi embert vittetek ki a vízre, tehát ebben a tömegesítésben számszerűen a rendezvényekkel, az ott megfordult emberekkel, akik beszálltak a versenybe, milyen uh, népességet tudtok elérni? Természetesen igen, de hogyha nem kérnék ezt rajtam számon, én akkor is számon kérném saját magamon, hiszen egy programnak csak akkor van értelme, hogyha annak eredménye is van. És uh, szervező partnerekkel együttműködve hozunk létre versenyeket, illetve sárkányhős eseményeket, és bizony én, én is, illetve mi is megköveteljük tőlük azt, hogy, hogy ezeknek a programoknak eredményük is legyen. Tehát ez ne csak egy egyszeri alkalom, egy egyszeri megjelenés legyen egy család, egy baráti társaság, vagy egy céges társaság részéről, hanem, hanem ők, ők a, a létesítményeinkben uh -huh. szabadidős színhelyként gondoljanak később ezekre. Lesznek-e idén és a jövőben úgymond ilyen arcai, mármint a sárkányhajózásnak, mindenfajnak? Eddig is voltak, de, de igyekszünk minden olyan kommunikációs eszközt kihasználni, amely a rendelkezésünkre áll. Nagyon jó arcaink vannak, kicsit visz, viccesen megjegyezve ezt, és próbáljuk az arcainkat természetesen az ilyen programok mellé állítani. Uh -huh. Azt mondd meg, hogy, hogy az emberben felvetődik, hogy, hogy szabadidős sport, meg felnőttek, meg cégek, meg összetartások, na de mi a helyzet mondjuk sárkányhajóban, hogy egyébként a világba is körülnézünk az utánpótlással. Rá lehet-e venni és érdemes, -e, és céle az, hogy már gyerekeket arra, hogy mondjuk válasszák első helyen ezt a sportágat ezt a műfajt? Nagyon jó észrevétel a részedről, tehát évek óta nagy erőfeszítéseket tettünk azért, hogy különböző célcsoportokat elérjünk olyanokat, akik még vagy nem sportoltak, vagy a vízisportokat nem választották, és nagyon eredményesen működtünk ebben, de, de látnunk kellett azt, hogy bizony pont a, az utánpótlás, illetve a, a fiatalkorúakat nem sikerült elérnünk, és az idei évben indítottunk egy Suli Sárkányok nevű programot, melynek pont az a célja, hogy Kicsit önző módon saját magunknak utánpótlásbázist építsünk, illetve már gyerekkorban a fiatalokat megfertőzzük és a vízre csábítsuk. Ez mekkora volumenű program idén a súly sárkányok? Négy programsorozat lesz idén, regionális szinten. Gyakorlatilag a program lényege az, hogy a sportágat, illetve a sportokat beköltöztetjük az iskola, az oktatási intézmények falai belülre két-három napra, interaktív programokkal felkeltjük a, a gyermekek érdeklődését, és a program zárásaként egy, egy kis iskolák közti versenyel megadjuk még azt az érzést is, amit általában a győzelmek és a, a versenyzéssel járó események hoznak. No, eh, akkor nézzük még a, a magában a, a az idei legfontosabb versenyek, kupák, sorozatok. Ugye a Rócsó szezon idén is győri állomással indul, igaz? Így van, győrben kezdődik a Rócsó. Eh... Előző évekhez hasonló rekordnevezés meg lesz, arra számítatok? Meg lesz, igen. Uh -huh. Biztos vagyok benne. Egy új beszállunk van Szeged. Szeged ugye a kajakkenutól elválaszthatatlanná vált és három évvel ezelőtt volt egy nagy sikerű világ, sárkányhajó világbajnokság is, idén Rócsó is lesz Szegeden. Mi lesz a Rócsó helyszín közül a kiemelkedő esemény? Ugye június közepén gondolom szokás szerint Balatonfüredre látogat a mezőny, és arra is szoktatok figyelni, hogy legyenek kiegészítő események is, hogy még nagyobb durranás legyen. Így a sárkányhajózás. Így, így van, a szervező partnerek ebben meglátták a lehetőséget, és nagyon, nagyon jól építik föl magát a, a, az eseményt és a programot, és tényleg sok sportos, hangsúlyozom, kísérő rendezvényt, illetve eseményt szerveznek a verseny köré. Május végén lesz a, a második rócsóállomás Balatonfüreden, lesz még Nagykanizsán, ahol a város második legnagyobb uh, szabadidős uh, megmozdulása szokott lenni a sárkányhajó verseny, lesz Baján-Kecskeméten, uh, Szegeden és Budapesten a a záróforduló. Kategóriákban, lebonyolításban lesz-e valamilyen változás? Lesz, igen. Azokat a csapatokat, akik már versenyre járók, tavaly kettő, illetve több versenyen már elindultak. Ez ugye azt jelenti, hogy nem csak a helyi versenyen, hanem, hanem hajlandóak elutazni a verseny miatt, illetve készülnek is erre. Ezeket egy csoportba, egy kategóriába rendeztük, ez olyan 30-40 csapat körülbelül, de természetesen az új beszállóknak és az új csapatoknak is lehetőségük lesz egy másik kategóriában összemérni a tudásukat. És akkor utolsó kérdés a, a, a csúcson lévőkre. Hát ugye szeptember közepén Kijeven lesz Klubvilágbajnokság. Így van? E, ide milyen összetétől a magyar csapat utazik, és egyáltalán hogyan választjátok ki? A rócsók is segítenek ebben, vagy számítanak? Természetesen igen. A Klubvilágbajnokság annyiban könnyebbé teszi a helyzetünket, hogy nincs korlátozva az, hogy hány magyar csapat indulhat, illetve nem is nemzeti színekben indulnak a csapatok, hanem klub színekben. Végeztünk természetesen mi a csapataink között egy kis közvéleménykutatást, és nekem most úgy tűnik, hogy legalább 5-6 csapatot lesz. De, De milyen úgy. eséllyel és reménnyel? Remélem győzelmi eséllyel, és én azon se lepődnék meg, hogyha egy-egy versenyszámban akár több magyar csapat is a dobogón végezne. Na, ez biztatóan hangzik idénre, akkor jó munkát nektek, aztán közben odafigyelünk majd a részletekre. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen.